Sok raktár probléma. A közmeghallgatás elején a Szent István Király Múzeum igazgatója az intézmény jelenlegi helyzetéről beszélt. Mint dr. Demeter Zsófia mondta, az elmúlt időszakban több kiállítóhely megújult már, de jó néhány szorul még felújításra, és a raktározási problémáik is jelentősek. Tudunk viszont vállalkozni olyan várostörténeti kiállítás sorozatokra, amikkel közelebb jutunk a modern korszakhoz. A téma iránt nagy volt az érdeklődés, sokan voltak a Városháza nagy tanácstermében, és többen javaslatot fogalmaztak meg a múzeum jövőjével kapcsolatban. Mai modern elvárásoknak megfelelő. Dr. Lukács József a látogatócentrikusságra és az önfinanszírozhatóságra hívta fel a figyelmet. Szerinte ugyanis ezek kellenek ahhoz, hogy a múzeum a város kulturális központjává váljon. Hát egy Ikarusz busz, hogyha itt lenne. A Videóton a vadásztölténygyár. Dr. Pásztor László egy ipartörténeti kiállítás lehetőségét vázolta fel a közmeghallgatáson. A múzeumi fejlesztéseket, feltárásokat, régészeti kutatásokat. Balsai István egykori polgármester olyan szakmai program kialakítását szorgalmazta, amely lehetőséget teremt Európai Uniós pályázatokon való indulásra. Nem tudom elfogadni, hogy Abba Nováknak aránytalanul kevés idő és lehetőség jut. Abba Novák Vilmos unokájának azon felvetésére, hogy a művész tablója a Csók István képtárban folyamatosan látogatható legyen, ígéretet tett a város polgármestere. De folyamatosan látogatható lesz. Dr. Csert-Palkovics András azt mondta, a múzeum jövőjével kapcsolatban figyelembe veszik majd az itt elhangzott javaslatokat, hiszen a közmeghallgatás összehívását ezekért a hozzászólásokért tartottak kiemelten fontosnak. Ezen a meghallgatáson az is kiderült, hogy mi az, amivel egyetértenek, és mi az, amivel esetleg változtatnák, vagy inkább úgy fogalmazhatunk, hogy új javaslatként megfogalmazták. Ugye ilyen volt egyértelműen megfogalmazott igényként írásban és szóban is a Bazerika Történeti Múzeum és a Várostörténeti Múzeumnak a kialakítása, felépítése. A múzeum 19 kiállító és kutatóhelye közül 9 került Székesfehérvárhoz, és az intézmény 82 dolgozóját is átvette az önkormányzat. A tervek szerint a közeljövőben Tác önkormányzatával egyeztetve a Gorzium régészeti park működtetését is felvállalja a város.